A megyében élő olvasni és írni szerető gyerekek évről évre megmutathatják tehetségüket a Tolpihe meseíró pályázaton. Cserében nem csupán elismerésre, de részletes értékelésre is számíthatnak a díjazottak. A zsűri tagjai, vagyis Benkő Andrea szerkesztő, Kozári Ferenc színművész és Nagy Judit a Szabad Színház művészeti vezetője szívesen elidőztek egy-egy történet kielemzésével. Évek óta nagyon fantáziadús, a mai korra abszolút reflektáló meséket írnak. Persze vannak klasszikus mesék is, tehát az eddigi meseélmények alapján, olvasmányélmények alapján, de azért nagyon sokszor megjelenik a ma, a jelenkori játékok, problémák, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány, hogy például nagyon sokan írnak környezetvédelmi témákról. A legkisebb meseírók között Kígyósi Anna Eszter meséjét ítélték a legjobbnak. Anna története egy virágos mezőn játszódik, és a víz értékére hívja fel a figyelmet. Egy szegény ember találkozott egy virággal, aki segített neki elmondani, hogy hol tud halakat fogni, és utána egy bokorral is találkozott, és a bokor azt kérte tőle, hogy hozzon esőt, mert már több hónapja nem esett náluk eső. Lada Vince szintén a harmadik-negyedik osztályosok korcsoportjában ért el kiváló eredményt, második helyezett lett. Mint mondja, számára a meseírás hosszú folyamat. Hát én ezt az állatok védelmében írtam ezt a mesét, és ilyen 2-3 hónapig tartott körülbelül, mire elkészült. A Tolpihe meseíró versenyre összesen 61 pályamunka érkezett Fejér megyében élő általános iskolásoktól. Székesfehérvár mellett még 14 településtől küldtek be pályázatokat.